Szóval a Sursány TV december 5-i adását hallhatjátok, és itt vagyunk Mogyoródon. Azt az információt kaptuk, hogy megszökött Finnországból a télapó, és valószínűleg most is el fog jönni ide. A rénszarvasokat már láttuk, de igazából nem merjük bejelenteni a többieknek, hogy valóban eljön. Úgyhogy ez a meglepetés még várat magára. Nagyon tetszenek az ilyenek, múltkor is nagyon jó volt, úgyhogy ezért eljöttem, hogy legyen egy jó szombatom. Mert voltam egyszer Gödöllőn egy ilyen találkozón, és ez nagyon jó élmény volt nekem, úgyhogy, eljöttem. Meg szeretném kérdezni az ettől egyeményeket, hogy hol fognak szilveszterezni? Nem tudom, esetleg itt vagy ott, vagy ott. Milyen sokat mondom a hölgy volt, de menjünk egy pillanatra tovább, és milyen alternatívák állnak előtte? Egyrészt, hogy Gyöngyék részéről történt egy felajánlás, egy meghívás, másrésztről a párom munkahelyet, a társai által történt egy felajánlás, meghívás, és még a kettő között van kiláló. Zsoltéknak van egy nyaralói kapáccalokon, és lehet, hogy ott csinálunk egy kisebb buli. Figyeljetek már, srácok, Mikulásra ide talán nem találkoztatok. És még azért átrúszátok az estét, vagy már ma felpajszaroljátok a csizmákat? Azt szerintem. Remélem, mert hozzátok holnap reggel jön? Hát, úgy lesz, mert anyáig nincs. Meg tud élni azért egy kicsit. És nem hívtál meg? Hát, a Mikulást hívtam meg. És ketten a Mikulással partunk? Kicsit operáltak. Csajok lesznek? A Mikulásról. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love, I see. I'm really looking at a friend. Pár szóval szeretnék érdeklődni igazából, hogy ha a nővér egy picit mesélne tulajdonképpen az oratóriumról, a szalézi rendről, a Don Bosco nővérekről, tehát hogy mit akar ez itt Mogyoródon, mi az, ami itt működik? Hát Don Bosco nővérek, szerte a világban fiatalokkal foglalkozunk, és Don Boscónak ugye a főműve az oratórium volt. Egy olyan hely, ami egyben egy otthon, egy iskola, egy udvar és egy plébánia feladatot is betölti. Mi itt konkrétan Mogyoródon szombat délutánunként a gyerekek számára szervezünk oratóriumot, este pedig a nagyobbak érkeznek oratóriumba. Aztán péntek délutánon pedig ilyen szakkori jellegű foglalkozások vannak, mint például modern tánc, rajzszakkör, szombat reggel a foci, és mi mint nővérek gyerekek hitoktatását végezzük a faluba. Mi hárman fiatal nővérek vagyunk tulajdonképpen a hitoktatók, így az óvodától egészen a fiatalokig hozzánk járnak itt arra. Iskolásokhoz bejárunk az iskolába, óvodások, az egyetemisták nagyobbak pedig hozzánk jönnek. Az oratórium tehát évközben így főleg péntek-szombatra koncentrálódik, nyáron pedig a nyári oratórium, ami azt jelenti, hogy egy hónapon át ilyen napközis tábor jelleggel. Idén is 136 gyerek és 28 animátor, azaz animátor, középiskolás egyetemista fiatal segítette az ő munkájukat. Honnan jöttél? Fótról jöttem. Azt hiszem, hogy olyan 6 évvel ezelőtt kezdtem el a Borka Zsolt tanítványaként gitározni. Nem, talán már 8 éve is. És akkor és kerültem a Fóti gitáros énekkarba. Először még csak énekelve, aztán gitárosként is. Aztán viszont elkerültem Fótról. 3 évig Kecskeméten voltam a piarista gimnázium tanulója, és a gitáros tanulmányimat ott kamatoztattam egy gitáros énekkarban, ahol minden héten, szerdánként énekeltünk a szentmiséken. Azt a titkos információt kaptuk, hogy eljön ma ide a Mikulás. Ti mit vártok, csokit vagy virgácsot? Hát remélem, hogy csokit kapok, azt nagyon szeretem. Hát én is csokit szeretnék. Krisztus, mindörökké. Nem hallottam a választ. Jó, mit csináltok? Virgács lesz.
vannak rendes fiatalok. Hol vannak? Hol vannak vajon? Én nem látom őket. Le kell, igazi bizony, nem burokráltoztam 300 évet. A régi időkben még rendesen késsel vágtak. Zsillett Fusion meg ilyesmi, az felszakítja a több száz éves arcom felét. Na, azt kérdezném tőletek, hogy tényleg jók voltatok? Igen! Igyekeztem? Hát igyekeztem, én is igyekeztem, mégis csak most értem ide. Jó, és tudtok-e valamilyen kedves éneket rólam? Nem magam miatt, Santa Claus is coming. Érdeklődni szeretnénk, hogy mi a helyzet fönt az országutakon, lehet-e közlekedni, fényképeznek-e mostanság, hogyan érkeztél közénk? Megmondom őszintén, hogy rénszarvasok korszaka lejárt. Igazából kocsival jöttem, és már sofőröm van, a krampuszok pedig tisztogatták nekem az utat, és tulajdonképpen nagyon jóban vagyok a hivatalos szervekkel, ők tisztogatták előttem az utat, és tudják azt, hogy hát egy nagyon zsúfolt időszak eljutni két nap alatt a világ minden tájára, de szerencsére kapunk égi földi támogatást, és ezért minden rendben van, tehát semmi fennakadás nincs. Egyedül hát ugye nagy a lista, és hát a rossz gyerekekhez virgácsot viszek, a jó gyerekek csomagot kapnak. Igyekszünk. Milyen érzés volt élőben, igaziból találkozni a Mikulással? Hú, hát számomra nagyon ilyen gyerekkori élményt adta vissza. Amikor én pici voltam, hozzá mindig jött a Mikulás, úgyhogy jó volt ismét újra látni. Na most megmondom őszintén, hogy múltkor pórul jártam, mert nem vettem észre, hogy a kémény az a kandallóba vezet. És bizony jó befűtöttek, de most már elővigyázatos vagyok, és próbálok hát ajtón keresztül, meg ablakon keresztül közlekedni, és nincsenek ilyen jellegű fennakadások. Eddig azt hittem, hogy nincsen Mikulás, de most már láttam, most már hiszek be. Hogy tetszett a mai galgás találkozó? Hát nekem tetszett. Körülbelül az volt, amire számítottam, de jól számítottam, és jól is lett. Egy tízes skálán hányos? Hát úgy összességében véve 8-as. 8-9, nem 8 inkább. Kb. 8, de csak azért 8, mert kevesen voltunk. Hát látszik, hogy itt jó emberek élnek, hát ide szívesen jövök mindig vissza. Köszönjük szépen, nem is rabolnánk tovább az időt. További szép napot kívánok is. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.